Jó estét kívánunk! Jó estét kívánunk minden kedves nézőnek, aki ma december 20-án otthonról, a képernyőről nézi majd Tataváros utolsó, ebben az évezetben utolsó karácsonyi műsorát. Ez a műsor ugyanis, ez a mai rendhagyó helyszínről jelentkezik, a Tatai Vaszali János általános iskola sportcsarnokából, és kérem engedjék meg, hogy szeretettel és tisztelettel köszöntsek mindenkit, aki itt megjelent ma este, hogy részt vegyen ezen a karácsonyi ünnepségen. És hogy mi az, amiből az est fog állni, már is mondanám. Röviddel a műsor ismertetést követően kezdődik a Vaszali János általános iskolások karácsonyi műsora. Ezt követi majd, ahogyan az lenni szokott már ilyenkor karácsonykor, a Tatai Történelmi Egyházak vezetőinek üzenete karácsony jegyében. Újra visszakapcsolunk élőben a Vaszali Torna csarnokában. Ekkor már a városi ünnepséget láthatják önök, mégpedig a polgármesteri köszöntő után az Almási úti óvodások műsorát, ezt követi majd a koncertozenei iskolások műsora, és véletlenül a városi ünnepség végét pedig egy színvonalas jó műsorral a Fazekas úti általános iskolások fogják zárni. Ez lesz a városi ünnepség programja, de ezt követően természetesen folytatódik a mi adásunk. A hírblokkal először a Tatai híradót láthatják, az előző hét történéseinek képes összefoglalóját, majd az önkormányzati híreket, többek között benne a testületi ülés összefoglalójával, és az adás végén pedig a megyei közgyűlés ről készült tudósítása, zárjuk majd a karácsonyi műsort. Szóval színes, szép estének néznek elébe, ha ma velünk tartanak, illetve akkor is, ha 27-én majd megnézik ennek a műsornak az ismétlését. Először tehát következzék a Vaszali János általános iskola műsora. Ne csak így a szemben.
van innen Betlehem, kedves lányok s fiúcskák! De nem tudták se kicsik, se nagyok, s mentek tovább a királyok. Követtek aranyszíncsillagot, derűjével az világlott, és József háza felett megállt. Na hát, oda mind betértek, ökröcske bődült, a csöpp kiabált, és szólt a három királyének. Adjon Isten, Jézusunk, Jézusunk! Három király, mi vagyunk? Lángos csillag állt felettünk, gyalog jöttünk, mert siettünk. Kis Jócska mondta, biztos itt lakik a Jézus Krisztus. Menj hát, király, a nevem! Segíts, édes Istenem! Isten fia, jó napot, jó napot! Nem vagyunk mi vénpapok. Úgy hallottuk, megszülettél, szegények királya lettél. Benéztünk hát kicsit hozzád, üdvösségünk égi ország. Gáspár volnék, a féle földi király személye. Adjon Isten, megváltó, megváltó! Jöttünk meleg országból. Főtt kolbászunk mind elfogyott, fényes csizmánk is megrogyott. Hoztunk aranyat hat marékkal, tömjén egész vasfazékkal. Én vagyok a Boldizsár, aki Szerecsen király. Kedves három királyok, jó éjszakát kívánok! Szűz Mária, kis Jézuskát oltott gatya, kisfiának altatód, hogy zeng az ajka.
megjöttem, már itt vagyok, érzem az ünnepi illatot, szent karácsony éjjel. Karácsony este jöjjél már, karácsony este jöjjél már, karácsony este jöjjél már, Krisztus szépen rám. Vasztal küld, küldöm én körnel, egymásra nézünk, együtt vagyunk, együtt érzünk, szent karácsony éjjel. Bright and shiny, you won't make me happy.
ott, ahol gyűlölnek, hogy megbocsássak ott, ahol megbántanak, hogy összetartsak, ahol széthúzás van, hogy reménységet kell csak, ahol kétségbeesés kínos, hogy fény gyújtsak, ahol sötétség uralkodik, hogy örömet hozzak oda, ahol gondolkodik. Ó, Uram, segíts meg, hogy törekedjem nem arra, hogy megértsenek, hanem hogy én megértsek. Ne arra, hogy megvigasztaljanak, hanem hogy én vigasztaljak. Ne arra, hogy szeressenek, hanem hogy én szeressek. Mert aki így ad, az kapni fog. Aki elveszíti magát, azt talál. Aki megbocsát, annak megbocsátanak. Hölgyeim és uraim, Vaszari János általános iskolások karácsonyi műsorát látták. Szeretnénk, hogyha hagyomány lehetne ebben a városban, hogy évről évre egy-egy iskola megmutatná, hogy mit tud, megmutatná karácsonykor is, hogy mit tud. Erre szeretnénk mi lehetőséget teremteni azzal, hogy élőben közvetítenénk majd nyilván annak az iskolának a műsorát, aki ezt felénk jelzi, és azt hiszem, hogy akkor egy olyan folyamat indul el, hogy az egész város tudhatja, hogy melyik iskolában miként ünnepelték a karácsonyt. Így karácsony táján már-már hagyomány, hogy a történelmi egyházak tatai vezetői a karácsony üzenetét megfogalmazzák valamilyen formában. Ezt teszik a következő bejátszásban is. Kedves karácsonyra készülő testvéreim! A Kossuth téri nagy templomban vagyunk most, és én innen szeretnék üzenni az egyházam nevében mindazoknak, aki a karácsony ünnepét méltó módon szeretnék megünnepelni, megtartani. Éppen most, ezen a mai hétfőn vagyunk benn, talán abban a zsúfolt helyzetben, hogy lótunk, futunk, ajándékokon gondolkodunk, egy részét már beszereztük, és zsúfoltá lett az életünk,
Hogyha ez így folytatódik, akkor bizonyára karácsonyra éppen pontosan elfáradunk, úgyhogy nem tudunk ünnepelni. Ünnepet tartani azonban nagyon fontos az ember számára. Aki tud ünnepelni, annak könnyű megérteni a karácsony üzenetét is. Mi, akik a katolikus egyháznak a üzenetét tolmácsoljuk, mi picit könnyen vagyunk, hiszen mi nem emlékezni szeretnénk csupán a Jézus születésének ünnepére, tudnék emlékezni, mindenki tud. Emlékezni tudnak a történészek, emlékezni tudnak az iskolákban osztályonként Jézus születésére, azt látom az iskolákban, hogy pásztorjátékoznak, és sok mindent megtesznek azért, hogy legyen valami tartalma ennek az ünnepnek, ám úgy tűnik, hogy ez az emlékezés túlságosan kevés volna a mi számunkra. Jézus tudnék azt üzeni nekünk, hogy jöjjetek hozzám mindannyian. És amennyiben mi nem csak emlékezni szeretnénk, hanem találkozni vele, hát ennek a találkozásnak a helye pontosan most a katolikus templom. Jézus tudnék nem azt mondja, hogy emlékezzetek rám, nem azt mondja, hogy emlékezzetek meg rólam, nem azt mondja, hogy ünnepeljetek, hanem jöjjetek hozzám. Ő velünk találkozni szeretne. Találkozni lehet vele a másik ember személyében is, hiszen azt mondja nekünk, hogy amit egynek tesztek a legkisebb testvéreim közül, azt nekem vagy velem teszitek. Azonban a karácsony ünnepén is jó volna a személyes találkozás, és itt vagyunk mi igen-igen előnyös helyzetben, hogy akinek van hite, akinek van Jézusról alkotott fogalma és ismerete, pontosan tudja, hogy nekünk igenis lehet találkozni személyesen vele, hiszen itt van közöttünk az oltári szentségben. Hogyha valakinek van hite, hogyha valaki ezt nem valami bálványimádás formában gondolja, hogyha valaki az egyházat nem megvetésképpen ismeri itt a világban, akkor tudja, hogy mi igenis szeretnénk segíteni, szeretnénk szolgálni, de segíteni nyilván csak azoknak lehet, akik ezt igénylik, vagy akik ezt elfogadják tőlünk. Ezért sokféle formában próbáljuk megszólítani azokat, akik hajlandók meghallani a mi megszólításunkat, és éppen ezért a hívószavunk nem csak karácsonykor, máskor sem maradhat el. Én ugyanezt tudnám mondani, amit Jézus, hogy jöjjetek hozzám mindannyian, és hogyha itt találkozunk, ha együtt tudunk örülni, együtt tudunk ünnepelni, akkor nincsen közöttünk gazdag és szegény, mert az is, aki talán most a legesleg egyszerűbb módon ünnepli meg a karácsonyt, Jézus születésének ünnepét, igen-igen gazdag lehet lélekben, annál is inkább, mert az embernek a benső énjét, a benső értékét az határozza meg, hogy mit is hordoz a lelkünk magában. Hát ezt az örömöt szeretnénk mi sugározni, továbbadni, és arra kérünk mindenkit, aki itt együtt ünnepel velünk ebben a templomban, hogy ezt az örömöt, amit nem lehet becsomagolni, szalaggal átkötni, adják tovább mindenkinek, hiszen Jézus itt van közöttünk mind a mai napig, és mi ünnepen és köznap életünk minden napján találkozhatunk vele ünnepi módon. Karácsonyról azért a nagy közönségnek nagyon nehéz beszélni. Tudnélik, a karácsony igazán csak annak mond valakit, aki hisz. Tudnélik, azt tudomásul kell venni, hogy Jézus Krisztus nélkül nincs karácsony. Mint hogy 2000 éves jubileum is, vagy az 1000 éves államiság, tehát egy ilyen jubileum, az is Jézus Krisztus nélkül, az egy handabandázás csak. Tehát ugye karácsonykor a szeretet ünnepe is, de aki a fenyőfába nem emlékezik arra a fára, Jézus Krisztus keresztfájára, ahol meghalt értünk, és nem ennek a fényében látja a karácsonyt, annak számára lehet, hogy megszületett egy kisgyerek, aki nagyon aranyos, akinek lehet elérzékenyülni a bölcsőjénél, de nem a lényegét fejezi ki, mert karácsonynak az a lényege, hogy leszállt az Isten a földre, hogy Jézus Krisztus megszületett erre a világra, hogy Jézus Krisztusban az Isten jött le, hogy Jézus lett az Istennek a világ felé fordított arca. Amikor még régen káplán voltam a jugoszláv határ mellett,
amikor egyszer meglátogatott a baptista lelkipásztor, egy idős bácsi, aki azt mondta nekem, hogy amikor karácsony körül olvasta otthon a Szentírásból ezt a részt, hogy Jézus megszületett, akkor ő könnyek nélkül és sírás nélkül nem tudta ezt elolvasni. Olyan meghatódottság vett erőt rajta, és akkor úgy elgondolkodtam, hogy ennek az embernek igazi hite volt. És nagyon szerettem volna én is azóta is mindig így megélni a karácsonyt. És jó lenne, ha a társadalom is valahogy így élné ezt meg, mert Jézus Krisztus nélkül kialakul egy új betegség, amit úgy hívnak, hogy karácsonyi neurózis. Ez a rengeteg készülődés, vásárlás, szaladgálás teszi azt, hogy nagyon sokan úgy vannak vele, és úgy is érzik, hogy bárcsak túl lennénk már az egészen. Ez pedig nagyon megrontja az ünnepet. Én jó, legyen készülődés, legyen ajándék, természetesen, hogy legyen jó ebéd, legyen jó sütemény, pláne, ahol gyerekek is vannak, a család együtt van, csak nem volna szabad ebbe az egészbe, hogy kimerüljön, hanem valóban valahogy lelkileg átélni azt, hogy az Isten szállt a földre. Én más nem is igen tudok erről mondani, mert amit látunk a mai világban, hogy a kereskedelem rettentő kihasználja ezt az ünnepet, és csinál belőle egy Jézus nélküli fölfordulást, és a reklámok, és minden, ez teljesen kereszténytelen, és ellene van a keresztény lelkületnek is. Én azt hiszem, hogy ami ezzel együtt sok minden begyűrűzik nyugatról, vagy történetes Amerikából, nem hiszem, hogy nekünk mindent át kell venni, illetve csak a jót kellene átvenni, a rosszat pedig nem. De hát mi emberek hajlamosak vagyunk, hogy a rossz az mindig jobban hat ránk, mint a jó. Valahogy így kellene készülni karácsonyra, egy befelé fordulással, egy bűnvallomással, egy bánattal, hogy megtisztult lélekkel tudjuk várni a kis Jézusnak a megszületését. Egyszer kérdezte tőlem valaki, hogy hogy tudnám egy szóba összefoglalni a karácsony belső tartalmát. És én mondtam, hogy egy szóban nem tudom összefoglalni, csak háromba. Öröm, öröm, öröm. Először persze mindig a kézzel foghatónak örülünk, a láthatónak. Aztán ezek az ajándékok talán. Aztán örülünk az körülöttünk érzékelhetőnek, kedvesebbek leszünk, szelidebbek, elviselhetőbbek, és a legfontosabb, együtt a család. Még akkor is, ha előtte egy kicsit veszekedtünk, akkor is, ha egy kicsit szikrázott a november végé, december elejé hangulat, karácsonyra mégiscsak az öröm költözik a családokba, a szívekbe, a lelkekbe. És itt következnék az, amiért a református egyház és minden keresztény egyház fölfogása szerint a legjobban kell örülni. Annak a legnagyobb hírnek. Az idősebbek még emlékeznek rá, amikor ugye a 60-as években megtörtént az első ember holdra szállása, és másnap öles betűkkel írták az újságok, ember a holdon! Mi 2000 év óta szeretnénk hol öles, hol nagyobb, hol apróbb betűkkel az emberek szívébe írni, Isten a földön. Na, tulajdonképpen ez ennek az örömnek az elindítója, a kiváltó forrása. Erre gondolunk kimondva, kimondatlanul, amikor egymásnak ajándékot veszünk, és erre gondolunk, amikor örülünk a családnak, a közösségnek, az együttlétnek, mert minden közösségi, minden ős emberi együttlétnek az alapforrása az Isten és ember közti kapcsolat, amit a názáreti Jézus földre jöttével emberközelivé, viselhetővé, és immár nem mennydörgős, sistergős félelmekké, hanem családközeli, meleg, Isten-ember kapcsolattal nemesített. És ebben tulajdonképpen benne van a 2000-es esztendő üzenete is, és egy újabb 1000 év és egy újabb 2000 év üzenete, mert ez az örömüzenet hangzik hozzánk, hangzik felénk 2000 év óta, és voltak, akik meghallották és megértették és elfogadták, és öröm töltötte be szívüket, lelküket. Az új esztendőben az lenne a jó,
ezt minél többen fölfognák, megértenék, lelkükbe fogadnák, a szívükbe zárnák, az életük alaphangjává tennék, és akkor a jövő évben már nem azon kéne keseregnünk, hogy mennyi minden rossz van, hanem mindig megtalálnánk azt az egy-két-három-néhány jót. Az életünk mosolygósabbá válna, és kevesebb lenne a szívinfarktus, az életünk boldogabbá válna, és kevesebb lenne a depresszió, az életünk kiegyensúlyozottabbá lenne, és kevesebb lenne a feszültség. Folytathatnám a sor, de én úgy gondolom, ennyiből mindjárt értjük, hogy hogy lehet a karácsony lényegét egy szóba összefoglalni. Öröm, öröm, öröm. Öröm az ajándéknak, öröm a családnak, öröm az örökkévaló Isten egyszülött fiának. És ha ezzel indulunk neki az új esztendőnek, az új évtizednek, az új évszázadnak, az új évezrednek, akkor nem üres tarisznyával indultunk neki a jövendőnek. Szeretettel köszöntök minden kedves tévénézőt ezen az adventi napon. Advent maga a szó közeledést jelent, és várakozást. Várakozás, ami életünkben a karácsonyi ünnep közelettére várakozás, hogy valami titoknak a részesei legyünk. Talán amikor ránézünk a karácsonyfára, akkor nem gondolunk arra, hogy mi minden jelképet hordoz ez a szép, feldíszített fa. A zöld hordozza a mi reménységünket, hogy a holnap az jobb lesz a mánál. A papírláncok, az aranyhaj hordozza azt, hogy a kígyó, a gonosz itt van közöttünk, és bizony gyakran elcsüggedünk. Viszont ott van a fény, ami a megváltás kegyelmét mutatja nekünk, hogy Jézus közénk jött, és lehetőségünk van megélni emberségünket úgy, ahogy az Isten alkotott minket, az ő képmására, azaz szeretetképűségre teremtve tudunk élni ebben a világban. Maga ez a szó, hogy karácsony a szláv korcsun szóból ered, és ez azt jelenti, hogy lép, átlépő. Olyan jó lenne, és ezt kívánom mindenkinek, kedves tévénézőknek, gyülekezetemnek, minden tatai polgárnak, hogy át tudjunk lépni egy más világba, a szeretet világába. Sajnos olyan ritkán merünk hinni abban, hogy a szeretettel meg tudjuk oldani gondjainkat, bajainkat, pedig igazából csak is ezzel lehet hosszú távon, távlatosan megoldani mindazt a nehézséget, feladatot, ami az életünk része. Lépjünk át tehát ebbe a másik világba, az Isten szeretet világába. Ne csak karácsonykor, ne csak így advent vonzásában, hanem a lehetőségünk adódik minél többször ebben a terhes mai világban is. Hadd köszöntsek mindenkit Pál apostolnak egyik igéjével. Ez a második Timóteushoz írott levél első fejezetének 7. versében így olvasható. Nem csüggedésnek lelkét adta nekünk az Isten, hanem erőnek, szeretetnek és józanságnak lelkét. Ne csüggedjünk, jól lehet gondunk, bajunk, van elég, de az Istenbe vetett bizodalmas hittel minden nehéz helyzetre, kilátástalannak tűnő helyzetre is van megoldás. Ez az evangélium, ez a jó hír. Ne csüggedjünk, mert az Isten nem ezt a lelket adta nekünk, hanem erőnek, szeretetnek és józanságnak lelkét. Ezt kívánom mindenkinek a következő esztendőre is, és áldott karácsonyi ünneplést, boldog új esztendőt mindenkinek. Köszönöm.
Jó estét kívánunk minden kedves tatai nézőnek, aki most kapcsolódik a Tatai Televízió adásába, és aki velünk együtt nézi majd a hamarosan kezdődő ezévi 1999-es december 20-i karácsonyi ünnepséget, városi karácsonyi ünnepséget. A helyszín a Vaszari János Általános Iskola sportcsarnoka, innen láthatják majd a műsort, amelyben szerepelnek az Almási úti óvodások, szerepelnek a Fazakas utcai iskolások, a Koncertó zeneiskolások is. Vendégeket várunk ide, és amíg várjuk őket, addig szeretném, hogyha velünk együtt meghallgatnák az adventi időszakban rögzített dalok közül az Eszterházi Énekegyüttes műsorát, amelyet a Kapucinus templomban adtak.